Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai hétfő esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Néhány szolgáltatás és tevékenység új helyszínre költözik Makón. A szórakozás mellett a közösségépítés is fontos szerepet kapott a Szent István téri városrésznapon. Homonnai üveg negatívjai irodalomtörténeti jelentőséget tekintve országos értékűek. Mint arról már korábban beszámoltunk, Farkas Éva Erzsébet polgármester összehívott egy energiaválságstábot, hogy szakemberek bevonásával városi szinten keressenek megoldásokat a nagyban megugró energiaárak kezelésére. Néhány esetben különböző beruházásokkal racionalizálni lehet a költségeket, ám többször bizonyos intézkedéseket kell meghoznia az önkormányzatnak. Farkas Éva Erzsébet polgármester Hét Híre című hírháttérmagazinunkban az energiaválsággal kapcsolatban elmondta. A Hagymatikum esetében dolgoznak azon a lehetőségen, hogy a fürdőbővítés során ásott új melegvizes termálkutat bekössék a már meglévő épületek fűtésrendszerébe még a téli szezon indulásáig, ezzel a gázfelhasználást teljes mértékben ki tudnák váltani. A hagymaház éppen ebben az időszakban csatlakozott rá sikeresen a távhőre, így ott sikerült racionalizálni a költségeket. Vannak olyan területek azonban, ahol ez a fajta előre menekülés nem járható út. A múzeumban például október 15-ét követően szüneteltetni fogják a szolgáltatásokat, a kiállításokat és a pályázatokhoz köthető eseményeket a könyvtár új épületébe költöztetik át. Az energiaválság a makói közösségi és civil szervezetek életét is befolyásolja, néhány működését más ingatlanok kénytelen átköltöztetni a városvezetés. Gondolok itt elsősorban az idősebb korosztályra, ugye nagyon sok nyugdíjas klubunk van, akik nagy létszámmal működnek. Nem azt jelenti természetesen, hogy őket elzárnánk a közösségi élettől, hanem olyan épületeinkbe szeretnénk a programjaikat áthelyezni, ami jelenleg távhőszolgáltatása, tehát egy energetikai szempontból hatékonyabban és kevesebb költséggel működő épületünk. Ilyen épületeink a Hagymaház, az újonnan épült József Attila Városi Könyvtár, illetve maga a Városháza épülete is, tehát ott is nagyon szívesen fogadjuk a közösségi életet élő csoportokat. A magazin műsorban elhangzott, a sportcsarnok az egyik legnagyobb energiafogyasztó intézmény településünkön, így ennek költségeit is racionalizálni kellett. Fontos azonban, hogy a József Attila Gimnázium itt tartja a testnevelés órákat, ez pedig kötelező feladatellátásnak minősül. Ebben a témában az önkormányzat egyeztet a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ és az intézmény vezetőségével egyaránt. Vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk itt a testnevelés órákat megtartani, illetve a fűtési időszakra pedig olyan légkeverő berendezéseket helyezünk föl, ami tulajdonképpen leszorítja magát a meleg levegőt, és ezzel próbáljuk racionalizálni tulajdonképpen a fűtést, illetve más kisebb beruházásokkal igyekszünk a villamos energiának a fogyasztását csökkenteni. Ez nem jelenti azt, hogy biztosítani tudjuk esetlegesen egészen tanév végéig az itteni szolgáltatásokat, ami az oktatáshoz szükséges. Természetesen azon vagyunk, bízunk abban, hogy a fenntartó is állami támogatásban részesül, és így hozzá tud nagyobb mértékben járulni majd a sportcsarnoknak a működtetési díjaihoz. A polgármester hozzátette, más, kisebb beruházásokkal a sportcsarnok villamos energiafogyasztását is igyekeznek csökkenteni. Makóváros önkormányzat képviselőtestülete ezen a héten szerdán rendes testületi ülést tart, ahol az említett intézkedésekről is döntenek majd. A képviselők elé kerülő úgynevezett válságcsomag azonban szociális kérdésekkel is foglalkozik, ezekről részletesebben holnapi híradónkban hallhatnak. Több év kihagyást követően szombaton újfent megrendezésre került a Szent István téri városrésznap az önkormányzat és számos magánszemély összefogásának köszönhetően. Az alkalom jó lehetőséget biztosított arra, hogy a baráti társaságok, családok és szomszédok összegyűjjenek és jókat beszélgessenek. A szervezők változatos programkínálatról gondoskodtak, a színpadon egymást váltották a fellépők, továbbá az egészségmegőrzés is fókuszban volt. A
az írisztesek mellett többek között a Forgatós Tánc Együttes és a Búdó Klub aerobik szakosztályának műsora színesítette az eseményt. A bemutatókon túl egészségügyi szűrésekre várták a kilátogatókat a Makói Kistérség Egészségfejlesztési Iroda munkatársai. Mivel itt elég rendesen voltak sportprogramok, sportbemutatók, ezért hoztuk a két test összetétel analizáló készüléket, amivel ugye a vázizom-testizom százalékos arányát tudjuk mérni, és tudunk tanácsokat adni a hozzánk fordulóknak, hogy a testnek melyik részéből lehet, vagy kellene esetleg fogyni. Némely dohányos is betéved ide hozzánk, hogy CO-mérést nézünk, és hát pszichológusunk is van, aki a lelki egészségről és a stressz helyzetekről tud egy kis tanácsadást adni. Stábunk azt tapasztalta, hogy a lakosság részéről nagy igény mutatkozik az ilyen és ehhez hasonló rendezvényekre, melyek összehozzák az embereket. Én nagyon szeretek ebben a körzetben élni, hisz látszik, hogy egy nagyon összetartó közösség. A mi csapatunk a mai főzőversenyre egész utca összeállt. A képviselővel, Gáborral szinte napi kapcsolatunk van, bármi problémával kereshetjük őt, és köszönjük neki, hogy ilyen rendezvényekkel színesíti az itt lakóknak a mindennapjait. Én bármit kínhatjatok az utcán, az utcabeliek vigyázzanak egymásra, nyitott kerítések vannak. Ezért én azt hiszem, Makó egyik legjobb környéke ilyen szempontból, és a közösség is mindenki mindenkivel, mint egy falusi közösség, nem mint egy városi, itt mindenki jóba van mindenkivel, és ez a lényeg benne, hogy jól érezzük magunkat. Nagyon sok kisgyerekes család van, a játszóterünket imádjuk, szerintünk nagyon jó közösségépítő ez a rendezvény is. Mi úgy terveztük családostól, többen is vendégek, hogy sokáig maradunk, várjuk a koncertet, a kisgyerekeink az aszfaltrajzversenyen részt vettek, a templomtoronyba mindenki felment, mert nagyon érdekesnek tartjuk. A résztvevők személyesen is kifejezték hálájukat a szervezők, köztük Cirbus Gábor felé. A képviselő elárulta nekünk, nagyon fontosnak tartja, hogy jó kapcsolatot ápoljon a körzetében élőkkel, ezért megpróbál minden olyan kínálkozó alkalmat megragadni, mely lehetőséget biztosít a személyes találkozásokra. A munkának a kellemesebbik része, amikor egy városrész napot tartunk, de mindezek mellett én számos alkalommal tartok lakossági fórumokat, fogadórákat is, ahol megbeszéljük a problémákat, és amúgy képes elérhető vagyok bármikor, így, hogy akár Facebookon, akár e-mailben, akár telefonon, akár személyesen, hiszen én is itt lakok néhány méterre a Szent István tértől, találkozok az emberekkel, ide járok én is boltba, étterembe, szóval itt élek a lakosok közt, és bármikor találkozunk, akkor jelzést kapok, hogy ez jó, ez nem jó, ezt kellene fejleszteni. A rendezvényre kilátogatott Farkas Éva Erzsébet is. A polgármester beszédében kitért több olyan intézkedésre is, melyet a soron következő rendes testületi ülésen fognak tárgyalni. Szeretnénk segíteni azokat a családokat majd, akik nehéz helyzetbe kerülnek az energiaválság miatt, számukra pedig egy szociális rendeletet hozunk létre, kifejezetten az energiafogyasztás és annak emelkedett árára vonatkozó ügyeknek a kezelésére. A tanévkezdés alkalmából szeptember 15-éig az általános iskolásoknak 10 000 forintos tanévkezdési támogatást fogunk biztosítani, tehát ezt a felfüggesztett keretből szerdán vissza fogjuk tenni, ezzel is természetesen a családokat segítve. A program keretében egy főzőversenyt is rendeztek, melyről szerdai híradónkban számolunk be önöknek részletesen. Augusztus 29-e a Magyar Fotográfia Napja. Ennek apropóján stábunk felelevenítette Forgó Géza történésznek köszönhetően a makói fotózás múltját, és górcső alá vettük a méltán ismert Homonnai Nándor munkásságát. Az irodalom és várostörténeti szempontból is fontos szerepet játszó fotós üvegnegatívjairól is szó esett. A makói fotózás története az 1860-as években kezdődött, és egy bizonyos Auer és Kozmata nevezetű cég tevékenykedett a településen. A vándorfotósok főleg nyáron dolgoztak, mivel a város nem tudott eltartani egy műhelyt. Azok a családok, akik meg tudták fizetni, azokról főként portrék készültek. Forgó Géza történész megosztotta, hogy Makón hatalmas piaci élet volt, és egy-egy ilyen esemény után a tehetősebbek felkeresték a műhelyt.
Ezek a fotóknak akkoriban sokkal nagyobb szerepe volt egy család életében. Ugye manapság már telefonnal bármivel tudunk szinte fényképet készíteni. Akkoriban egy fényképnek sokkal több tartalma volt a család számára. A falakra otthon kitették, a hálószoba falára feltették például az esküvői fotójukat, hogyha meg tudták csináltatni a fényképet. És ezek tulajdonképpen vertikálisan mai napig itt-ott megtalálhatók, például a homonnai fotóiból nagyon sok, még ma is bekerül a múzeumba, és mások képeiből is. És hogy visszatérjünk kicsit a történetre, például fotózott Makón Plón is, aki hódmezővásárhelyi volt, és a 49-es honvédeket fotózta le. Valamint Leszner Károly, aki a szegedi nagyárvíznek volt a fotósa. Mint kiderült, az 1900-as években két műterem tudott tartósan üzemelni Makón. Az egyik a Schwarzféle, a másik pedig a homonai. Halász Tamás készített egy gyűjteményt, amely itt látható az asztalon, amelyben az összes makói fotográfustól látható fénykép, például a legelsőtől, Aurertől, vagy éppen Leszner Károlytól, akit említettünk, hogy a szegedi árvíz fotósa volt, vagy éppen Plóntól, és ha lapozgatunk, akkor végig látjuk a 1860-as évektől egészen a század, múlt század elejéig, hát most már múlt század 1900-as elejéig Schwarznak a fényképeit, azzal zárunk. És hát ez az 1800-as évek vége, 1900-as évek eleje egy komoly változás volt Makón is, hiszen a paraszt polgárosodás ekkor jelent meg, és tulajdonképpen az öltözködésen a fényképekből nagyon jól látható ez a kép. 1904-ben a Hagymavárosban telepedett le és alapított családot Homonai Nándor, aki Kolozsváron tanulta ki a mesterséget. Ugyanebben az évben megkezdi fotográfusi tevékenységét, és rövid időn belül ő lesz a gyors ütemben fejlődő város legközkedveltebb fényképésze. Népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy műtermi munkáján túl fontos városi események hivatalos megörökítője lesz. Továbbá sokat dolgozik a vármegyének, újságoknak és egyéb kiadványoknak. Szakmai sikere anyagi gyarapodást is jelent. 1915-ben a Deák Ferenc utca 3 szám alatt volt az új korszerű műteremháza, mely egyben a családi otthona is volt. Forgó Géza történész kiemelte, hogy a mesternek nem csak várostörténeti szempontból volt fontos szerepe. Hiszen olyan fényképeket készített, amelyek magyar irodalom történetben is rendszeresen felhasználtak és ismertek, gondolok itt a József Attila fotóiról, vagy éppen a Juhász Gyula Móra Ferencről készült képeiről, amelyeket a közismertek, mondjam úgy, az irodalom szerető közönség körében. És hát ezeknek a fényképeknek az eredeti üvegnegatíve, hisz akkor még nem filmre fotóztak, nem is memóriakártyára, hanem üvegnegatívra készültek a képek, ezeknek az eredeti a Makói Múzeum gyűjteményében megtalálható. A művész jó technikával dolgozott és látásmódjával kiváló portrékat készített, amelyekkel az emberek meg voltak elégedve, illetve nem utolsó sorban sikerének további titka volt, hogy nagy népszerűségnek örvendett, mivel közösségi ember volt. Homonai Nándor 1927-ben váratlanul elhunyt, de özvegye egy tehetséges, de személyében azonosítatlan fotográfus segítségével töretlen lendülettel látta el a várost fényképekkel. A homonai műterem egyben megmaradt üvegnegatívjai, nagyságrendjét és irodalomtörténeti jelentőségét tekintve egyaránt országos értékűek. A József Attila Múzeum részére 16.616 darab üvegnegatívot gyűjtött be dr. Péter László 1951-ben. Ezeknek a digitalizálása 2014-ben történt meg, és vált kutathatóvá Halász Tamás jóvoltából. Színpaddá varázsolták a Makovesteret a Varga Balett táncműhely növendékei. Egy pezsgő hangulatú flashmobbal zárták a 9. intenzív tánckurzusokat péntek délután, ezzel párhuzamosan pedig elindították jubileumi 10. évadjukat. Mint ahogyan az az egyesülettől már megszokott, egy mozgalmas nyarat tudhatnak a hátuk mögött. Volt balerina és színjátszó táboruk, táncnapközit tartottak, ahol a gyerekek egy szakmai programban vehettek részt, illetve az immáron 9. alkalommal meghirdetett intenzív tánckurzusra is jelentkezhettek. A növendékekkel igen neves szakemberek foglalkoztak. Varga József mellett Czár Gergely, harangozó gyuladíjas táncművésze, a szegedi kortárs balett táncművésze, szólistája és próbavezető, Szorre Dorka és Farkas Panna szintén a szegedi kortárs balett táncművészei, valamint Deák Kristóf balett és Nemes Roland táncművészek is tanították a fiatalokat. Számunkra ez az intenzív tánckurzus ez egy nagyon komoly továbbképzés, mind szakmailag, különböző táncstílusokkal, tánctechnikákkal ismerkednek meg a fiatalok,
95 jelentkező gyermek volt, 4 korcsoportba bontottuk, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Kálvin téri református általános iskolában el is tudtuk helyezni szakmailag megfelelő környezetbe, 2 balettterembe és 2 tornaterembe a gyerekeket. És egy nagyon-nagyon komoly 4x90 perces programban vettek részt, úgymond nem a záró esemény volt a fő profil, hanem egy továbbképzés. És ebben kitűnő kollégáimat hívtam meg, barátokat, akik szakmailag képezték a gyerekeket, 4 kurzus naponta, és a 4 kurzusból a tanult kis kombinációkból, kis modern zenére egy flashmob formájában próbáltuk megmutatni, hogy mit tanultunk a héten. A több mint 5 perces műsorszámmal 2-szer is megörvendeztették a makói közönséget, majd Szegeden is előadták a produkciót. A koreográfia összeállításában a gyerekek is kivették a részüket. Nagyon sokat gyakoroltunk a teremben, ugye az egész csapattal. Mit fogtok előadni? Hát egy flashmobot, amivel mindenki részt vesz, közel 100-an vagyunk. Mire fogtok táncolni? Hogyan történt a zeneválasztás? Hát először is egy elég nyárias zenére fogunk táncolni, amit szinte mindenki ismer. Utána jön egy kicsit ismeretlenebb zene, hogy legyen benne újdonság is. Ezzel megújítva a hagyományokat, hogy nem csak egy zenére fogunk táncolni. Milyen tánclépéseket láthatunk tőletek? Kortást és hip-hop keverékeket. Mint megtudtuk, a 10. évad egyfajta visszaemlékezés lesz az eltelt időre, amelyben azonban a megújulás is teret kap. Az Egyesület új weboldala a tervezés fázisában van, de a fiatalok több más platformot is igyekeznek meghódítani. Megújítottuk a Varga Balett Instagram oldalát, és csináltunk egy TikTok oldalt, amit a növendékek kezelnek. Minden nap próbálunk felrakni egy TikTokot, és mindegyik más, és más zenére csináljuk, és mindenki részt vesz benne. A beiratkozások következő tanévre már elindult, az ezzel kapcsolatos részletekért érdemes felkeresni Varga József művészeti vezetőt. Drimba Tibor Maros Lele polgármestereként tevékenykedik, ám ezzel párhuzamosan már közel 10 éve tart prevenciós és bűnmegelőzési előadásokat, beszélgetéseket fiatalkorúaknak. Ezt a tevékenységét elismerve a British Pédia legújabb kiadványában beválogatta a szakembert Magyarország sikeres személyiségei közé. A British Pédia idén 6. alkalommal adott ki Magyarországon egy olyan válogatást, amelyben hazánk sikeres személyiségeit gyűjtötték össze. A legutóbbi kiadványba Drimba Tibor, Maros Lele polgármestere is bekerült. Elmondása szerint azonban nem rövid politikai pályafutásának apropóján, hanem közel egy évtizede végzett fiatalokkal foglalkozó prevenciós, bűnmegelőzési tevékenységét tartották említésre méltónak. Mint megtudtuk, egy e-mailes megkereséssel kezdődött a folyamat, amely igen hosszú volt, mire a könyvet először kézbe vehették az olvasók. Válaszoltam erre az e-mailre, hogy elfogadom, nyilván örömmel fogadtam egyáltalán a megkeresést, és büszkén. Utána telefonon keresztül több mint egy óra hosszás interjút készítettek velem, elég részletes, aprólékos, soha kitértek mindenre, és miután ez az interjú megtörtént, akkor e-mailben megkaptam átnézésre, akkor még lehetett korrigálni, gyakorlatilag egy 2-3 alkalommal történt még ilyen egyeztetés, korrigálás, és amikor véglegesíteni lehetett, akkor küldtem el én az utolsó e-mailt, hogy akkor ebbe a formába megjelenhet. Drimba Tibor elmondta, meggyőződése, hogy fontosak azok a találkozások, amelyeket ő előadás helyett inkább bűnmegelőzési beszélgetéseknek szokott nevezni, és amelyekkel már számos településen megfordult az évek során. Egy jó helyes irány mutatni az lehet, hogy nagy szavaknak tűnik el, hogy kötelességünk, de valóban én úgy érzem, hogy az, hiszen ha visszaemlékszünk, így közel 50 évesen azért még emlékszem arra, amikor nekem is próbálták a jó irányt mutatni, nyilván a körülöttünk lévő pedagógusok is
egyértelmű, hogy szüleink is, és mindenki, aki azt szerette volna, hogy jó irányba haladjon az életünk, így én úgy gondolom, hogy nekünk is ez kötelességünk, főleg, hogyha az ember olyan helyzetben van, hogy meg is teheti ezt. A büntetés végrehajtásnál eltöltött 18 évem alatt azért nagyon sok lecsúszott fiatal életet követhettem végig, és én úgy gondolom, hogy ha ezekről egy hiteles tájékoztatást kapnak, akkor lehet, hogy meggondolják kétszer is, hogy milyen dologba vegyenek részt, aminek esetleg aztán egy ilyen negatív következménye lenne. Az aranymetszéses bőrkötésben megjelent könyvben minden területről szerepelnek sikeres emberek, köztük például Koltai Róbert, Détár Enikő, Besenyei Ferenc vagy éppen Kovács Kokó István, de a tudományos életből és a politikából is kerültek be fontos személyek. A kiadvány Magyarország 17 nagykönyvtárában megtalálható, egy példány pedig a Maroslelei intézményben is helyet kapott. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Néhány szolgáltatás és tevékenység új helyszínre költözik Makón. A szórakozás mellett a közösségépítés is fontos szerepet kapott a Szent István téri városrésznapon. Homonnai üvegnegatívjai irodalomtörténeti jelentőséget tekintve országos értékűek. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd a Hét Híre című hírháttér magazinunkat láthatják. Műsorra tűztük dr. Lantos Péter professzorral, Makóváros díszpolgárával készült portrébeszélgetésünket, végezetül pedig Társalgó című színes, kulturális magazinunk és egy nyári zenepavilloni koncert következik. Kedves nézőink, ez volt az augusztus 29-i hétfő esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!